Igen. Bocsánat. Idén már 109 ezer papírnál tartok. Január 1-e óta. Elbarikádolnak itt a... És ezt be kell szorozni. Hát szinte kettővel, egyes ügyosztályok esetében hárommal. Ezek azok a papírok, amelyek esetében döntést kell hozni, aláírásra el kell látni, és ez egy elég nagy teher bárki számára be az önkormányzatban, mert mi mindig nem készült el azon része az informatizált rendszerünknek, ami az elektronikus aláírásról kezelését kéne biztosítsa. Mennyi idő lesz ez? És mert? Ez napi 3-4 óra effektív aláírás, olvasás, több ezer oldalnak az elolvasása, illetve ellenjegyzése ezeknek az iratoknak, de van olyan is, amikor ez a szám, vagy ez az idő, ez jóval több. De ez rengeteg azért. Meddig tart még, amíg ezt az elektronikus aláírási nem módszer? Tudom, hogy mennyit tart, viszont azt tudom, hogy általában, vagy a legtöbb esetben, az esetek döntő többségében, akkor, amikor távozom az irodából, akkor ezek már nincsenek itt. Viszont, hogyha megnézzük ezt az asztalt, ez körülbelül egy nap alatt, vagy legalábbis ez, amit itt látunk, az elmúlt másfél-két óra alatt gyűlt össze. És folyamatosan jönnek a munkatársak, akik hoznak újabb és újabb iratcsomót. Több mint 26-27 ügyosztály gyártja, vagy ha szabad úgy fogalmazom, több mint 6-700 ember gyártja ezeket a papírokat, és éves szinten ez mint egy 5-6-700 ezer aláírandó papírt jelent.